Itt vagyunk tehát a nemzetközi kémiai tornán, nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, a kedves közönséget, természetesen a szervezőket is, és azt szeretném kérni tőled, hogy mutatkozz be, és mondd el, hogy mi az, ami kiemelkedő ebben a versenyben, ami különleges. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Formanék is Andrának hívnak, és én vagyok ennek a versenynek az egyik főszervezője. Amiben különleges és amiben más ez az egész, hát teljesen más jellegű, mint a többi szokásos kémia verseny. Ugye mind a nemzetközi kémia olimpia, Mendelejev olimpia, de akár a hazai nagyobb versenyek, az OKTV, az Irinyi János középiskolai kémia verseny. Alapvetően egy ilyen dolgozati írós jellegű dolog, hogy van egy feladatsor, amit a gyerek megkap, vagy a versenyző megkapott a helyszínen, megpróbálja a legjobb tudása szerint kitölteni. Esetleg van valamiféle gyakorlati forduló is, ahol laboratóriumi munkát kell végezni. Ez a verseny egy vitaverseny, aminek a kémiához is van köze, tehát itt előre meg vannak adva a feladatok, ezeken el lehet gondolkozni előre, ki kell találni valamiféle megoldást. Egyébként az is előfordult, hogy egy feladatnak nincsen megoldása. Tehát például az idei évben van egy olyan feladatunk, hogy a savas esők ugye egy komoly problémát jelent, és hogy milyen jó lenne, hogyha a savas esőket még felhő formájában tudnánk semlegesíteni, találjunk ki erre valamiféle megoldást. Nem biztos, hogy létezik erre megoldás, de valamilyen ötlettel elő kell állnia egy-egy csapatnak, hiszen csapatok versenyeznek, 4-5-6 fős csapatok versenyezhetnek egymással, és ezeket az előzetesen megadott feladatokat igyekeznek megoldani, elkészítik a megoldásukról szóló prezentációt, és a versenyen tulajdonképpen annyi történik, hogy a csapatok képviselői vitáznak ezekről a megoldásokról. Tehát nagy vonalakban ez a lényeg. Egészen más képességekre van ehhez szükség, mint egy hagyományos kémia versenyhez. Szükség van a probléma megoldó képességre, a szakirodalomban való elmélyülés képességére, kiváló angol nyelvtudásra, hiszen ezek a viták angolul zajlanak. Előadói készségek természetesen nagyon-nagyon fontosak, csapatmunka nagyon-nagyon fontos, csupa olyan dolog, amire az embernek szüksége van az iskola után is, ugye ezért jellemzően ezek a versenyzők később valamilyen tudományos pályára állnak rá, tehát akár vegyészként, akár más természettudományos kutatóként, akár orvosként tanulnak tovább. Nyilván kutatóként az életben is szükségük lesz arra, hogyha valamilyen eredményük van, akkor azt tudják prezentálni, és tudják olyan formában prezentálni mások számára, hogy az érthető legyen, és be tudják mutatni a tényleges sikereiket. És hány csapat versenyzik idén, illetve az lenne még a kérdés, hogy miben más most élőben megszervezni ezt a versenyt, ahhoz képest, hogy milyen volt online? Hát ugye nekünk annyiból nagy újdonság, hogy soha nem rendeztünk még Budapestről ilyen versenyt, tehát mindenképpen hatalmas kihívás. Ugye az online verseny az pont ezeket a személyes skilleket is egyrészt, másrészt pedig pont a személyes kapcsolatokat nem azt mondom, hogy ellehetetleníti, de sokkal nehézkesebbé teszi. Tehát sokkal személytelenebb egy online verseny, mint egy jelenléti élő verseny. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ez most megvalósulhatott ebben a formában. Soha hány csapat vesz részt most idén? 8 csapat. És ugye akkor vannak szakmai programok is, illetve vannak azért természetesen kulturális programok is, hogy tudnál kicsit mesélni arról, hogy a itt versenyzők mit ismerhetnek meg Budapestből esetleg? A verseny 4 napon keresztül zajlik. Az első napon a verseny után egy autóbuszos kiránduláson veszünk majd részt, a második nap hajókázni fogunk a Dunán, harmadik nap csapatonként valamilyen külön kisebb program lesz, ezt a csapatokat kísérőkkel közösen szervezték meg, tehát ez pont azért jó, hogy lehet olyan programokra is menni, ami 80 emberrel nem működik, kevesebbel viszont igen. Tehát például el lehet menni egy szabadulószobába, ami ugye szintén Budapestről származik, de el lehet menni akár a sziklakórházat meglátogatni, múzeumba, a budai várban megnézni, amit szeretnének, tehát ez csapatonként különböző lesz, hogy ki milyen programot választott. És hát utolsó nap a verseny az sokkal hosszabbra nyúlik, úgyhogy ott igazából már valószínűleg nem lesz ilyen közös program, de tűzijáték megtekintését nyilván tudjuk. Egy utolsó kérdés, csak hogy kiemeljünk egy bizonyos szempontot, hogy akkor ezek szerint ugye ennek a versenynek egy elég erős tudománykommunikációs eleme, vagy hát gyakorlatilag célja van. Mit gondolsz arról, hogy ma a tudománykommunikáció milyen szerepet tölt be a tudományban, ahhoz képest a korábban milyen szerepet töltött be, és szerinted mi a különbség mondjuk a természettudományos és társadalomtudományos területek között ebben a tekintetben? Hú, ez eddig a legnehezebb kérdésed volt. Igazából azt gondolom, hogy korábban is a tudománykommunikáció fontos volt, mert bizonyos
komoly döntéseket politikusok hoznak meg, és tudósok véleményére kellene ezeket alapozni. Hogy ez milyen mértékben tud megvalósulni, az nyilván kortól, országtól függően változik. Őszintén szóval nem gondolom azt, hogy ezt reálisan feltétlenül meg tudnám ítélni, hogy ennek a helyzete pontosan hogyan változott az idők során. Hogy fontos ez a terület, az egészen biztos. Köszönjük szépen, nagyon sok sikert kívánunk nektek szervezőknek, és természetesen versenyzőknek is. Ez volt ma az első bejelentkezésünk, és természetesen további anyagokra is lehet még számítani a versenyről. Kövessétek figyelemmel a Facebook oldalunkat, illetve természetesen a Kémiai Torna Facebook oldalát is, és szurkoljunk együtt a versenyzőknek.